Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben látj kenyerem. Vándor fecske sebe szárnyát, vándor legény vándor botját, vándor székely reménységét. Jézus, áld meg Erdély népét! Vándor fecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazamegyünk, megáld majd a Csíksomlyói Szűz Mária. A Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szeretettel köszöntelek benneteket, akik elzarándokoltatok ide erre a kegyhelyre, hogy ezen a Szent Misén a csíksomlyói búcsúval egy időben mi is kapcsolódjunk ahhoz a lelki közösséghez, amely ott Csíksomlyón ma köszönti a boldogságos csíksomlyói szűzanyát. Akik már régebben is jártak itt, azok azt mondták nekem, hogy egy kicsit kevesebben vagyunk, mint korábban. Én azt gondolom, hogy örülni kell, hogy két év szünet után ilyen sokan megint összejöttünk. És itt vagyunk, és nem azon kell szomorkodni, hogy kevesen vagyunk, hanem annak kell örülni, hogy újra együtt lehetünk. Itt, ezen a kegyhelyen, lélekben együtt, a csíksomlyói zarándokokkal. Most felolvasom azokat a helyeket, ahonnan jöttünk. Hajdudorogról, Győrből, Őrbottyánból, Magyaródról, Pilisszántóról, Pilisvörösvárról, Esztergomból, Kesztölcről, Hevesről, Kókáról, Vácról, Sárbogárdról, Szolnokról, Solymárról, Pilisszentkeresztről, Budáról, Pilisjászfaluról, Tahiból, Dunaszerdahelyről, Budapestről, Győr-Újbarátról, Várpalotáról, Székelyudvarhelyről, Katymárról, Gödről, Balatonalmádiról, Pilisszentivárról, Pápáról, Cinkotáról, Pomázról, Letkésztől, Székesfehérvárról, Szabadbattyánból, Agádról, Fehércsurgóról, Piliscsévről, Káfosztásmegyerből, Kézdivásárhelyről, Gerencéről, a magyarok nagyasszonya Szent Korona lovagrend képviseletében, Csillaghegyről, Ürömről, Óbudáról, Kelemvölgyből, Piliscsabáról, Budakalászról, Érdről, Dunaföldvárról, Rákosszentmihályról, Tatabányáról, Dunakesziből, Pirisborosjenőről, Polgárdiról, Vasszécsényből, Alsónémediből, Körmendről, Zalaegerszegről, Szombathelyről, Érsekvadhelyről, Leányvárról, Csömörről, Újhartyánból, Szekszárdról, Budajenőről, Telkiből, Csíkszeredából, Gyömrőről, Gödöllőről, Székesfehérvárról, Eplényről, Budakesziről, Magródról, Debrecenből, Kápolnásnyékről, Pestszentlőrincről, Kerepesről,
és harkáról. És rétságról. Én nem mondtam, de. És rétságról. És rétságról. Isten hozott mindnyájatokat. Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy mintha bábeli zűrzavar lenne. Mint hogyha az ember-ember megint nem értené egymást. Nem értenénk egymás szavát. Pünkösd ünnepe a nyelvek adományát hozta el. Hogy a Szentlélekre hallgatva újra megértsük egymást, a szeretetnek a szavát, az evangélium szavát. Most a Szentmise elején bánjuk meg bűneinket, kérjük a Jóisten bocsánatát, mindazért, amikor hagytuk, hogy ez a zűrzavar, a bábeli zűrzavar megzavarja életünket. Kérjük bűneink bocsánatát, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Szentmisét, és köszönthessük a boldogságos szűzanyát ebben a pünkösdi Szentmisében. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Mert nem csak a Szűz Máriát köszöntjük, akit Csíksomjón az arándokok fölkerestek, nem csak pünkösdre emlékezünk, hanem a mai napon van 101 éve annak, hogy a tridenti békediktátumot kihirdették, ma van a nemzeti összetartozásnak a napja. Mindezek kell, hogy ma figyelmünk középpontjába kerüljenek, és erről egy kicsit elmélkedjünk. Vincenti József, kinevezett esztergomi érsek, 1945-ben esztergomi beiktatását követően elment Rómába, hogy kinevezését megköszönje 12. Pius pápának. Első útja Rómába, a Célius dombon lévő Santo Stefano Rotondo bazilikába vezetett, abba a templomba, amely 1455 óta a magyar pálosoknak római temploma volt, amelybe azóta a legtöbb magyar emlék található. Ezt a templomot meglátogatva Vincenti bíboros úr, ma megszületett az álom, hogy a magyaroknak 1776-ban lebontott zarándokházát újra föl kell építeni. Hogy újra legyen zarándokháza a Rómába zarándokló magyaroknak. Amikor azután 12. Pius pápa 46-ban bíborossá kinevezte, akkor azt kérte a pápától, hogy ezt a templomot kapja meg címtemplomául. És ezután nagy-nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy Szent István zarándokházát újra létrehozza, fölélessze. De tudjuk azt, hogy 1948. december 26-án letartóztatták, és addig nem sikerült a tervét megvalósítani. De fel kell ismernünk, hogy ez sem úgy valósul meg, és nem akkor, amikor, és ahogy megálmodtuk. Jézus apostolainak és tanítványainak is volt álma. Emlékszünk rá, hogy két tanítvány húsvét után csalódottan ment Jeruzsálemből Emmauszba, mert azt remélték, hogy majd Jézus helyreállítja Izrael országát. Jeruzsálemben. Akkor, amikor Jézus bevonult. De nem így történt. A közösség jótevője azt mondta, atya, nekünk nem kell semmiféle kedvezmény, ami az igazolvánnyal együtt jár. Nem akarunk semmit, de azt akarjuk, hogy legyen valami a kezünkben, amely azt sugallja nekünk, hogy mi is magyarok vagyunk, hogy mi is hozzátartozunk a magyar nemzethez. Néhány évvel később pedig találkoztam egy olasz családdal, akiknek nem született gyerekük. Eljöttek Magyarországra, hogy egy magyar gyermeket örökbe fogadjanak. Végül is
négy magyar testvérrel távoztak. Négy magyar gyereket fogadtak örökbe. Ennek az olasz családnak magyar állampolgárságot adott, amire azóta is nagyon büszkék, hogy négy magyar gyereknek a szülei lehettek. A Nemzeti Összetartozás napján imádkozunk azért, hogy álmunk, a világon élő magyarok összefogása egyre inkább valóságá váljon. Ez az az álom, ez az álom az ilyen és a hozzájuk hasonló emberekben valósul meg. Imádságunkkal a Boldog Asszonyhoz könyörgünk, és lélekben bekapcsolódunk a csíksomlyói kegyhelyen összegyűlt sok százezer magyar imájába. Csíksomlyón a magyarok összetartozása a világ sok részéből érkező zarándokkal kézzel fogható, látható jelképe annak a láthatatlan összetartozásnak, ami kell, hogy összekapcsolja és összefogásra késztesse a világ magyarságát. Egyre inkább tudatára kell ébrednünk annak, hogy ha mi magyarok nem fogunk össze, akkor ezt rajtunk kívül senki meg nem teszi. Gyarlók és esendők vagyunk, amit sajnos kifejez a mondás, ahol három magyar együtt van, azok négy felé húznak. Szükségünk van ezért segítségre. Csíksomlyón égi édesanyánkhoz zarándokolunk, hogy anyai szeretetével vonjon bennünket magához. Ő fogja össze a világon szétszórtan élő magyarok kezét, hogy minden magyar ott, ahol él, ahová a történelem vihara sodorta, legyen igaz magyar, lelki közösségben hazájával. Holnap pünkösd ünnepe lesz. Arra emlékezünk, hogy az apostolok Szűz Máriával együtt elnyerték a Szent Lelket. A lélek arra indította őket, hogy a Jézustól kapott küldetésüket bátran teljesítsék. Tanúságtételüket a sok nemzetből összegyűlt zarándokok mind megértették. Csíksomlyón és itt is. Mi is Máriával együtt imádkozunk. Kérjük a Szent Lelket, hogy erősítsen meg bennünket is. Tegyen bátorrá. Álmunk megvalósulásával, a nemzeti összefogással a népek körében kovásszá akarunk válni. A Szentlélek adja meg, hogy más népek megértsék a magyar nemzet összefogásának üzenetét, hogy a Jézustól kapott küldetés alapján Szűz Mária segítségével a megbékélés, egymás megbecsülése, az összefogás, összetartozás munkái akarunk lenni a családban, egyházközségünkben, egyházmegyéinkben, nagyobb közösségünkben, a világ népei között. Befejezésül idézem azt a szép imádságot, amely a mai csíksomlyói zarándoklatnak a mottóját idézi, Szűz anyához fohászkodva, Mária, békét adj szívünkben, békét családunkban, békét nemzetünknek, békét az egész világnak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Thank you.
Találkozhassunk, hogy tartsuk ezt a szép hagyományt, amely több mint 10 éve elkezdődött, és lélekben kapcsolódjunk itt ezen a helyen a csíksomlyói búcsú résztvevőihez, zarándoklataihoz, és a kegyhelyen résztvéve a Szentmisén megújulva a Szentlélek kegyelmeit, adományait lelkünkben megújítva folytassuk életünket, és amikor nem vagyunk együtt, akkor is lélekben kapcsolódjunk egymáshoz, nem csak egy ezen a napon érvényes a nemzeti összetartozás, hanem hogy minden nap, életünk minden napján ebben a gondolatban éljünk, és tegyünk tanúságot arról a hitünkről, amelyben itt, ezen a zarándokhelyen ma meg akartunk újulni. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise áldozatot bemutattuk, küldetéstek van, járjatok békével. Istennek legyen hála.
Evangélium Szent Máté könyvé. Dicsőség neve Istenünk! Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte és odaadta a tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Ezek az evangélium. Áldunk téged, Krisztus! Hogy jelenlétét úgy tiszteljük a Földön. Father, help us.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Küldött egy harmadik szolgálat, ezt megöltött. És még több más szolgált küldött. Ezek közül némelyeket megvertett, másokat megöltött. Mit tesz majd a szűnyegről? Nem olvastátok a hírást? A kő, amelyet az építők elvetettek. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium hírei. Thank you.
Evangélium Szent Lukács könyvében. És látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendeit. A zsinagógában minden szem rázegető. Nem kell.
arra fél órára. Hát majd bejön, aztán kész. Hol van az a váza, ja? Dicsértessék. A Fiú és a Szent Élek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Élek egyesítő ereje legyen mindnyájatok. És a te lelkeddel. Azt szeretettel köszönjük mindenkit, akik már ide zarándokoltak erre a helyszínre, ide a Rókus kápolnához, hiszen valamilyen módon nem egy állandó miséző helyünk, hanem mégis más, mint a megszokott módon a templom. Szeretnénket felállítani, mindeinkhez szükségülöm, Szent Lózsasról tiszteletére. Találják azokért az egyszerű építőkét, egyfajta hálóadással a pesti járványtól való megmenekülés után építették azzal a szándékkal, hogy Szent Rókusnak ezzel is hódoljanak, megköszönjék, kifejezzék a tiszteletüket, szeretetüket, hálájukat, hogy a település és annak akkor minden lakója, úgy mondhatjuk, hogy mentes maradt, életben maradt a pesti járványnak az idején. Eszter és az Ispániért, a fiáért Ispániért, a család elhúgy tagjaiért és a mali család megjelentéért. Kérlek meg lelkiismeretünk, gyertek is megjelentéért. Ez Krisztus kegyelme, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Sajta fanyem, tisz nekem van, Váli lélesnyel. Egyébként a mennyit szép Jézus. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzás nem vagyok. Én nagy utalomban részesültök, és fiaéreztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos, a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is. És kulcsolgó mértékkel mérnek tőletekre, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! A Szentlélek a tevékeny segítségében, hiszen mondhatjuk, hogy az ő tevékenység az Isten országában, ottól mondjuk is, hogy a Szentek közösségében együtt vannak, részére kérünk, az is az Istenél meghallgatásra talál. Köszönöm.
azért. Amiket sírja,
Ez a szemetes kutár. Vegyetek sütet! Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen minden, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg néki ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segítsünk kesérségünkben. Oh,